Időpontban. minden hónap első hétfőjén 19 óra után. Vadász műsor nem csak vadászoknak. A műsorban a Magyar Vadászlap munkatársai kalauzolják el a hallgatókat az erdők mezők ősvényein. Becserkészük a legfrissebb és legaktuálisabb vadászhíreket, meghallgatjuk a legújabb vadászélményeket, vadászati eseményeket, és megbeszéljük az éppen aktuális és hasznos vadászattal kapcsolatos tudnivalókat is. Megtudhatja a hallgató, hogy mire lehet és hogy mire nem lehet vadászni, és természetesen belelapozunk a vadász vadászlap oldalaiba is. Vadászműsor nem csak vadászoknak, minden hónap első hétfőjén 19 óra után. Kedves hallgatók, hölgyeim és uraim, vadászunk itt a 99.2-n, a Vörös Malti Rádió hullámhosszán, és újfent nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Vadászlap munkatársait, akiket hát természetesen sokat szor látunk már vendégül itt a Vörös Malti Rádióban, és akikről tulajdonképpen sok-sok jó dolgot elmondtunk már, azon kívül, hogy érdekes beszélgetéseket hoznak nekünk, egy-egy vadászlapal lepnek meg bennünket a legfrissebb lapokkal, számtalan érdekes dologról beszélgettünk már. Pektól Szabolcsot köszöntöm, nagy szeretettel, és Német Zoltán, sziasztok! Sziasztok, üdvözlődjük a hallgatókat. Na, no, hát, a múltkori adáshoz hasonlóan most is úgy kell kezdenem, hogy nem a terepre megyünk, hanem egy kicsit más irányba indulunk el. És a kommunikációról fogunk beszélgetni, egy kommunikációs csatornán egyébként. Nagyon érdekes dolog ez. Ráadásul úgy egy kommunikációs csatornán, hogy hát igazából az újság, amit képviseltek, az is egy ilyesmi forma. Tehát egy kommunikációs csatorna. És aztán majd belehozzuk az internetet, az online világot és sok-sok mindent ebbe a mai beszélgetésbe. Úgyhogy akkor vigyük tovább és folytassuk tovább egy kicsit az egy hónappal ezelőtti beszélgetésünket. Ha megengeditek, akkor talán abból az irányból, hogy Hát mennyire tájékozódik a, a, külvilágról a vadásztársadalom, és mennyiben segít ebben például a magyar vadászlap? Tehát ha alapvetően a vadásztársadalomról esik szó, akkor mennyire érdeklődő? Akár a belső ügye iránt, akár egyáltalán a világ felé a vadásztársadalom. Jó, hát akkor válaszolni kéne először. Hát a külvilágról is nyilván tájékozódik, de az nem a mi feladatunk, hogy minden egyéb hírekről, amelyek nem közvetlenül a vadászathoz kapcsolódnak, tájékoztassuk őket. Persze azt tehát... azonnal tegyük tisztába, hogy elsősorban nyilvánvalóan a, a, vadászatról, tehát nem ugye az éjszakai Igen, hogyha ilyen a kérdés, akkor, akkor nyilván tájékozódik. Hát vannak mért adataink is erről, például arról, hogy milyen olvasótábor, mekkora olvasótábor követi a, a vadászlapot. Ehhez egy országos felmérést készítettünk, egy olvasottságkutatást, és az alapján kiderült, hogy a jelenleg nagyjából 63 ezres becsült vadásztársadalmunkból 37 ezer fő az, aki havonta tájékozódik és olvassa, és a kezébe veszi ezt a kiadványt. Úgyhogy ez egy nagyon jó szám szerintem. Ez azt jelenti, hogy a fele mindenképpen egy aktív érdeklődő azoknak, akik a vadásztartalmakat fogyasztanak. Még mielőtt elveszünk itt egyéb más dolgokba, van olyan téma, vagy nagyon szezonális az, hogy éppenséggel mondjuk a vadásztársadalomra mi, vadásztársadalom mire a legkíváncsibb? Hát mondjuk gondolom télen a hóesésre, mennyi hó lesz, nem tudom, én csak mondok valamit, nyáron az akármi más dolgokra, tehát és erre nyilván nektek reagálni és készülni kell, gondolom, mint az újság szerkesztőinek. Szabolcs. Amire kíváncsiak a vadászok, az az, hogy a másik vadász mit ejtett el. Igen? Ez, ez a téma az, ami a top téma, tehát hogyha valaki lő egy érdekes bakot, egy nagy bikát, valami olyan vadászélménye van, ami, ami most azt mondom, hogy kitűnik a többi közül, mert hogy olyan körülmények között ejtett el élete első vaddisznóját, ami mm. mesébe illő, erre vevőek a vadásztársak, tehát ez az, ami úgy igazán érdekli őket. Uh -huh. Zoli, téged mi érdekelne mondjuk egy, egy másik vadászsal kapcsolatban? Hát hiszen ugye te ugyanúgy szerves része, sőt, hát ugye aktív mozgató rugója vagy Szabolcsal együtt, meg a vadászlap munkatársaival együtt. Téged mi érdekel, hogyha mondjuk a kezedbe veszel egy, most rugaszkodjunk el, ne, hogy reklám íze legyen mondjuk hmm. egy, egy, egy külföldi vadászlap kapcsán, vagy egy szakmai lap kapcsán? Hát itt a kulcsó szerintem, hogy szakmai lap. Engem nem érdekelne egy, egy magazinban, amit havonta egyszer adnak ki, olyan, olyan híreknek a tömkelege, ami tényleg ilyen napi aktualitással rendelkezik csak. Tehát fordítva válaszolok, hogy mi nem érdekel hát az nem, mert amint kitértél a felvezetőben, itt jól tudjuk, hogy a mai világban ezek a gyors hírek, ami tényleg hírnek számít, és nem szakmai tartalomnak, azoknak már nem ez a felülete. Mi legalábbis úgy gondoljuk, hogy ez nem ide kívánkozik. Tehát alapvetően érdekel az is, csak azt nem ebben szeretném olvasni, amit már két hónappal ezelőtt tudtam egyébként, mert hogy ennek a szerkesztés sajátossága ez gyakorlatilag nem engedi meg, hogy ilyen frissek tudjunk lenni. Egy magazin szerintünk ma nagyon a szakmáról és nagyon, nagyon olyan tartalmakról kell, hogy szóljon, ami, nem túl gyors tartalom, tehát hogy nem feltétlenül egy kattintás, rávetek egy pillantást, és már is tudom, hogy mi történt, hanem ebbe el kell tudni mélyülni, és az fm is kell tartani az érdeklődést, úgyhogy ezért külön választottuk mi a, a szerkesztőségünket ilyen szempontból. Működik egy print felületünk. Erre fektetjük a nagyon nagy hangsúlyt, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a, a gyors internet elérés révén a, a hírek fogyasztása az nem ezen a felületen történik. Uh -huh. Mennyire fontos, a, a, én amennyire megismertelek benneteket, így a vadásztársadalmat, azért nem voltok ilyen kapkodó emberek, nem voltok ilyen, ilyen egyszer ide-oda, egyszer bár mondjuk ide mindig, amikor érkeztek, akkor valami nagyon sürgős, fontos munka kapcsán. De mennyire fontos az, hogy mondjuk a, a vadásztársadalom pillanatok alatt kapjon meg egy csomó információt. Hát hiszen ugye a les lesen sem ülve, sem pillanatokat érkezik, nem tudom, én a szarvas. Manapság fontos. Pont erről beszélgettünk a délelőtt során, most mondhatom azt, hogy külföldi vadászemberrel, hogy igenis fontos, hiszen a vadásztársadalom az utóbbi években, most mondjam azt, hogy hála istennek, fiatalodik. Uh -huh. Tehát ez azt jelenti, hogy már a 20 éves korosztály is jön és vadász akar lenni, és ugye ez a korosztály az, aki már okostelefont használ, táblagépeket használ. Tehát mondhatjuk azt, hogy folyamatosan információt akar feldolgozni, és ezért nekünk tennünk kell. És ezért van az, hogy igenis fontosak a hírek. Fontos az, hogy közösségi oldalon, illetve honlapon mi is folyamatos friss híreket tudjunk nekik szolgáltatni. Tehát lehet, hogy a vadászat egy. Nyugodt szakma, legalábbis te így látod. De de fontos az, hogy ténylegesen informálódjunk nap mint nap. Akár csak a jogszabályokat, hogyha nézzük, ezek folyamatosan változnak. Fegyvertartással, tárolással, szállítással kapcsolatos jogszabályok is változnak, és valaki egyszer levizsgázik, és lehet, hogy rá két évre változik a jogszabály. Ő nem fogja tudni, hiszen honnan is tudná? Nem olvassa nap mint nap a közlönyt erre nekünk kell rávezetni, és ezért fontos az, hogy mi nap mint nap híreket szolgáltassunk. És erre egy kiváló fórum egyébként, még hogyha nem is annyira feszesen, de ez a műsorsáv is, amiben beszélgetünk a mai nap folyamán is. Folytatjuk tovább a beszélgetést, tartsanak velünk jó rádiózást önöknek. Zoli, az előbb benned maradt egy kérdés, pontosabban hát elmaradt egy válasz, amit ugye várunk tőle. Tehát téged mi elsősorban mi érdekelne, mondjuk egy szakmai lap kapcsán, a vadásztársadalom hírei közül. Tehát mi az, amire mondjuk azt mondjuk, hogy azonnal felkapod a fejed? Bármilyen számottevő jogszabályi behatásra, ami minket ér, és ennek kapcsán ugye ennek a szakmai ö, terepen történő megvalósítására. Tehát a lényeg az, hogy. Ö, ö, úgy adjuk a szájába a, a mondandót, vagy a gondolatokat az embereknek a, a lapunk hasábján keresztül, hogy az gyakorlatban legyen átültethető, és ne csak egy sima jogszabályi közlés történjen meg, hanem ennek nézzük meg a gyakorlati vonatkozásait. Tehát ez mindenki érdekel. Aha. Remélem, hogy nem csak engem, hanem mindenkit. Illetve a, az abszolút szakmai anyagok. Tehát nem olyan mélységben, ami már tudományos jellegű, az szerintem túlzás lenne, hiszen az átlagolvasót ez a szint szerintem nem érdekli. De az, hogy kizárólag mondjuk élménybeszámolókat tartalmazzon a vadászúság, vagy terítékfotók szerepeljenek benne, vagy mondjuk úgy kicsit lezüljön arra a szintre, hogy ez egy hirdetési felület maradjon, és reklám, reklám hátán szerepeljen benne. Ezek úgy gondolom, hogy bizonyos rétegnek biztosan érdekesek, de a széles közönséget ezzel nehéz lenne kiszolgálni. Tehát én egy olyan lapot olvasnék szívesen, ami egyrészt mondjuk tematizált tartalmat nyújt, tehát nem össze-vissza kapkodunk benne. Találok benne persze újdonságokat, technikai eszközöket, azoknak a bemutatását is, de meglegyen benne egy kicsit a szép ami rész is, és mindenképpen egy komoly szakmai tartalom. Ismerek egy ilyen újságot, nem akarom direkt reklámozni nyilvánvalóan, de hát én már fogtam a kezembe egy ilyen lapot. Szabolcs, az előbb mondtál egy húsz szót, fiatalodó vadásztársadalom, pontosan ebben egy, egy gondolatot, fiatalodó vadásztársadalom, és akkor itt nem mehetünk el a mellett, a téma mellett, ami az online felület. Azt mondtad, hogy most már a 20-as éveiben járó emberek is ugye kijárnak az erdőre, és puskát ragadnak. Hogy találkozik a vadászvilág, a vadásztársadalom és az online felület? Például a közösségi oldalunkon. <laughs> ha nagyon egyszerű akarok lenni, illetve a honlapunkon is, Megpróbálunk minél több tartalmat adni nekik, minél, azt mondom, tartalmasabb tartalmat adni, és megpróbáljuk ezt olyan köntösben megtenni, ami ténylegesen egy fiatal számára is érdekes lehet, hogy mi az olvasó, illetve hát a, a, a követőknek az igénye. Hát az Oli is meghatározott egy-két gondolatot, hogy milyennek kéne lennünk, és remélem, hogy ilyenek is vagyunk, de próbálunk. Hogyha már az online felületeknél tartunk, akkor minél rövidebb tartalmat adni, de hogy az minél velősebb legyen, hiszen látjuk azt, hogy a, a fiatalok már nem hosszú litániákat akarnak olvasni. Pont a napokban olvastam én is egy nagyon hosszú cikket a vadászatról, ahol a kommentelők meg is jegyezték, hogy igen, igaza van az írónak, de hogy hosszú. Ezért mi próbálunk valami olyat, ami látványos, ezért YouTube csatornát is. Létesítettünk, és oda is tartalmakat töltünk fel, hiszen látjuk azt, hogy a fiatalabb társadalomnak már az olvasás, most nem azt mondom, hogy hogy nem fognak olvasni, de már nem olyan nekik az olvasás, mint régen volt, ők inkább már videókat néznek. Uh -huh. Ami sokkal mozgalmasabb, pár perc, tud mindent, és, és megy tovább, és dolgozik, és él. Tehát ezért próbálunk mi is nyitni az online felületeken olyan csatornákra, amik talán még nincsenek is úgy komolyan a vadászatban. Nem olyan régen ugyanebben a stúdióban beszélgettünk dr. Bakonyi Istvánnal, irodalom történésszel, és arról volt szó pont, hogy megjelent dr. Csiák Gyulának egy könyve Bársony Istvánról, egy vadonatú, gyönyörű, szép könyv, úgyhogy én bízom benne, hogy függetlenül az egy gyönyörű, kemény, kötésű, veretes, nagyon sok gondolatot tartalmazó könyv. Én remélem, hogy azért azt is elolvassák majd jó páran. Nem úgy az internet. Az internet az egy más történet, ott ténylegesen egy rövid, viszonylag tömör információra kíváncsiak, még a vadászok is, bár nem mindig értünk egyet az internet világával, igaz, Zoli? ellentmondani nem lehet. Nyilván azért nem értek én személy szerint teljes mértékben egyet vele, mert azt gondolom, hogy egy igénytelenséget, és elnézést kérek attól, aki ezt esetleg magára venné, de nem szántam senkinek konkrétan, feltételez az, hogyha valaki csak ilyen 3-4-5 tőmondatból akar értesülni, és abból én úgy gondolom, hogy komoly összefüggéseket nem biztos, hogy ki lehet olvasni. Illetve ez egy annyira összetett dolog, hogyha mondjuk egy külső személy nézi meg ezt az egészet, akkor ebből aztán végképp nem lehet azt leszűrni, azt a tanulságot, hogy akkor ez most jó vagy nem jó, a vadászatot ez alapján megítélni. Nyilván a belső fogyasztóknak, tehát a vadásztársadalomnak ez elmegy, de azt gondolom, hogy mint ahogy a Szabocsi említette, reagáltak egy vadászattal kapcsolatos, valamilyen médiafelületen megjelent cikkre, ahol a vadászatot próbálták objektíven közvetíteni a. a az olvasók felé, hogy hát ez nagyon hosszú. De kérem szépen, ezt sok esetben rövidebben nem lehet leírni. És ezt én mondjuk hátrányának tartom a, ennek a közösségi média felületnek, ami a fogyasztói szokásokból fakad, hogy itt gyors, rövid és sokszor szerintem sekélyes mm. tartalmak jelennek meg. De hát ilyen a világ. Ezzel hát, is együtt kell élni. Mondja igen. Én egy nagyon picit azért reagálnék a, a te kijelentésedre, vagy kérdésedre talán. Megjelent ez a könyv, amit említettél Bársony Istvánról. Nem is ezzel a könyvvel kapcsolatban, hanem általánosságban a vadászirodalommal, vagy vadászati, szép és szakirodalommal kapcsolatban. Csak annyit jegyeznék meg, hogy mi, mint Magyar Vadászlap üzemeltetünk egy webáruházat is, kifejezetten vadászati, irodalmi webáruházat, aminél látjuk azt, hogy egyébként jól működik, tehát hála Istennek, mondhatjuk azt, hogy az emberek, vadász emberek, nem tudom pontosan, hogy kik a vevőink, de folyamatosan veszik és viszik a könyveket. Ami a mai világban, ahogy az Oli is mondta, hogy lehet, hogy a Facebook és a, az online felületek rövid hírt szolgáltatnak, de lehet, hogy ezt hosszabban kéne. Talán erre van az újság, uh -huh. ahol ezeket ki tudjuk bontani és aztán vannak a könyvek, amik még szintén jól mennek és működik a a dolog. És milyen jó arról beszélni, hogy fogynak könyvek és olvasnak emberek. Egyébként, ha már itt tartunk a vadászatról magáról, arról az élményről, amikor az ember kimegy egy, egy erdőbe, egy lesre, egy akárhová, tehát arról nem lehet öt sorban beszélni. Hát emlékezzünk a kisfilmünkre, amit, amit készítettünk, hogy ott is úgy indultunk neki annak idején, hogy csinálunk egy rövid nyolc perces, és a végén úgy éreztük, hogy hosszú lett, de hát nem lehetett rövidebben beszélni arról, pedig aztán a számunkra egy nagy élmény, nektek egy ilyen, egy ilyen kis rutin vadászat volt. Tehát nem lehet azért erről az élményről nagy röviden pár sorban beszámolni. Vagy csak most figyelemfelkeltés címén. Zsolt, most gondolj bele, amikor itt vagyunk nálad, és arról van szó, hogy ez egy egyórás műsorsáv, és még zenét is kell beletenni, mi is annyi mindenről tudnánk beszélni, a vadászattal kapcsolatban, és ugye egyszerűen nincs rá idő. Nincs rá idő. igen, igen, igen. igen. Mint ahogy most is egyébként szinte stílszerűen azt kell mondani, hogy nincs több időnk, mert hogy ennek a beszélgetésnek, ennek a megszólásnak is most véget kell vessünk, ahogy mondtad, egy kis zenével folytatjuk tovább. A hallgatókat arra bíztatjuk, hogy tartsanak velünk a továbbiakban is. Jó rádiózást önöknek! Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók, vadász vadászunk itt a Vörös Rádióban, és milyen jó arról beszélgetni egy ilyen szakmai műsorban, hogy olvasás, olvasási szokások, és egyáltalán hol is tartunk ebben a történetben. Tudják önök, akik hallgatnak bennünket, hogy péntekenként van nekünk egy irodalmi műsorunk, és ott már egyébként a korábban említett Bársony István mű is belet mutatva, pontosabban a Csiák doktornak a műve. Most viszont arról fogunk beszélni, hogy olvasási szokások, és az előbb már érintettük az internetes felületet, most Elsősorban ugye itt azon, akikkel jelentünk jelentenünk Facebook fogyasztókról beszélünk, mert ma már az internet, az online szinte Facebookra szűkül, és összevetjük majd egy picit, vagy összehasonlítjuk a, a nyomtatott, ahogy ti fogalmaztatok, a print vonatkozású hát, olvasókkal, vagy akik ezeket olvassák, érdekes adatokat fogunk hallani. Először is azt, hogy mi is támogatjuk ezt a kiadványt, ami szóba került, tehát a Csiák uh, doktor kiadványa, vagy által uh, szerkesztett uh, könyv az uh, általunk is népszerűsítésre került. Uh, gyakorlatilag a következő lapszámban ezt az olvasók mm. már uh, kézbe kapják. Uh, és akkor válaszolva tényleg a kérdésedre, hogy hogy is alakul ez a fogyasztás, hát ehhez érdemes egy nemzetközi összehasonlítást is uh, alapul venni, mégpedig azért, mert ugye mindig azzal szoktunk példálozni, hogy ami mondjuk tőlünk nyugatabbra történik, vagy akár a tengeren túlon, az lesz majd itt is nálunk. Persze ez a felgyorsult világunk azért ezeket a különbségeket kezdi már elmosni. De azt el lehet mondani, hogy ugye abban a német vadászkultúrkörben, amihez mi is tartozunk, például a éppen Németországban a magyarországi felhozatalnál jóval több ilyen nyomtatott megjelenésű vadászati kiadvány létezik és fogyasztják őket az ottani vadászok, és nem, hogy a vadászok létszáma nem csökken ott sem, hanem ennek a fogyasztási szokásnak sincsen igazából komoly változása. Tehát az online térhódítása ellenére mondjuk úgy, hogy egy kicsit uh, röghöz kötöttebben jobban ragaszkodnak a vadászok ahhoz, hogy ez a fajta papírformában kézbe vehető friss, nyomdaillatú dolog, ez még mindig ott legyen, és ebből tájékozódnak. Sőt, Németországban ezek az arányok sokkal uh, inkább fordítva működnek, mint nálunk. Erre készítettünk is egy összehasonlítást, ahol végül is az adott ország vadászlétszámához viszonyítottuk mondjuk a Facebookon vadászati tartalmakat fogyasztók arányát. És ez azt jelenti, hogy Magyarország ebben élen jár, és ez nagyon furcsa, és konkrétan a, a mi vadászlapos Facebook felületünket követők száma az kiugróan magas szinte bármelyik Európában megtalálható vadászati magazinhoz képest. Még pedig nálunk 42,3%-ot mérünk mostanság. Tehát hogy ennyi emberkéhez jutunk el, aki a vadászat iránt érdeklődik arányaiban. Igaz. Németországban egy példa, most a magazin címét nem mondom, de mondjuk ilyen az 1% ami nagyon alacsonytól, a 7-8%-ig megyünk el. Hmm. Tehát sokkal inkább nem ez a jellemző felület a tartalom tartalomfogyasztása. Most mindegy, hogy ez videóformában történik, vagy a Facebookon kerül megosztásra, de még mindig a hagyományos felület a, a menő. Az teszem, hogy az egyik sem szemünk sír a másik nevet, mert azért az nem baj, hogy mondjuk a Facebookon követnek benneteket. 27 ezeren, azt mondtad, hogy 27 ezeren. Az, az, nyilvánvalóan nem feltétlen jó, ha mondjuk a rövid eh, információkra kíváncsi a követő, az, aki, aki, aki lekövet benneteket. Na én arra gondoltam, hogy ha, ha ti is benne vagytok, és hogyha egy, egy kis esélyt tudunk ennek adni, mutassuk be a vadászlap legújabb számát, beszélgessünk egy kicsit erről. Utána pedig, ahogy azt megbeszéltük, már megfordítjuk a helyzetet. Tehát Adik, a, a utolsó és akasztják a hóhért alapon, majd kiderül, hogy hát levizsgázik-e jelesre a műsorvezető, vagy sem, vagyis, hogy mit szeret magára ebben a jó pár beszélgetésben. Adok nektek egy vadászlapot, ha nem ismernétek, és akkor ebből hát néhány gondolatot, mit is olvashatnak majd az olvasók. Mint ahogy megszokhatták tőlünk, mi ugye egy, egy adott lapszámot valamilyen témaköré építünk fel. Ez a téma most jelenleg a víz köré épül, és a víz vadgazdálkodásban betöltött szerepéről. Itt kezdhetjük akár azzal, hogy egy értekezés, ami éppen az én tollamból származik, azt mutatja be, hogy ha sok van, az nem mindig jó, ha kevés van, az pedig ugyanúgy tud negatívan kihatni a vadgazdálkodásra. És hát ezt a témát gyakorlati példákon keresztül járom körbe, hogy közvetlenül a vadászatot és a vadgazdálkodást hogyan tudja segíteni, nehezíteni az adott esetben a túlzottan sok vagy kevés csapadék. De ez csak egy a sokból. Amire még mindenképpen felszeretném hívni a figyelmet, hogy ugye uh, ugyebár itt van nekünk egy-két igencsak uh, ismert munkatársunk a vadászlap uh, szerzői csapatában, mint például a Zilai János, a híres gemenci karapancsai egykori fővadász, és tőle kaptunk egy olyan anyagot, amely Árral Szemben címmel bemutatja azt, hogy uh, miként is viselkedik a vad, és hogyan tudtak ehhez viszonyulni ott a helyi vadgazdálkodók az igazán árvizes területen a gemenci ártérben. Uh, és aztán még ami nagyon érdekes, a mezői nyúl kapcsolatban ez egy igazán komoly szakmai anyag, amit alföldi vadászati berkekből származó szakíróktól kaptunk, akiknél igazán fontos ez a vadfaj, alátámasztva gyakorlatilag a egyik kutatóműhelyünk kutatásaiból kapott eredményekkel, amely a mezőnyú kapcsolatban ad fontos információkat a vadgazdálkodóknak. De itt most átadnám a szót, hiszen beszámoltunk valami másról is ennek az újságnak az elején. A beköszönőben fél év címmel Szabolcstól kapnak gondolatokat az olvasók. Fél év. Ez azt jelenti, hogy a 2017. év második fél évét kezdjük el, de az első fél évnek rengeteg hozadéka, vagy rengeteg eredménye van, itt főként nagy hangsúlyt helyezünk arra, vagy helyeztünk arra, hogy különböző szakmai szervezetekkel sikerült megállapodásokat kötnünk, tehát mi is folyamatosan törekszünk arra, hogy minél több mindent tudjunk adni a vadásztársadalomnak. Itt a Vörös Marti Rádióval nem kötött megállapodást nem tettük bele, hiszen ez egy tavalyi megállapodás, de erről a Zoli a következő számban mindenféleképpen meg fog emlékezni, hogy, hogy nem csak, hogy egy fél évben vannak eredmények, hanem hála Istennek hosszú távú eredmények vannak, vagy azt mondom, hogy célok vannak, aminek eredményei is vannak, hiszen te is mondtad korábban, hogy jönnek a visszajelzések, hogy igenis az emberek is hallgatják és figyelik a műsort, ez számunkra óriási eredmény. Teljesen mindegy, hogy vannak negatív eredmények, biztos, hogy nagyon sok pozitív ö, hozzászólás van, ami számunkra nagy eredmény. Tehát erről egy picit elmélekedtem a a beköszönőben, az újságban. És hogyha már az Zoli átadta a szót, akkor nyilván rengeteg olyan plusz információt adunk, akár amiről itt beszéltünk az előbb is, különböző vadász történeteket. Tehát ez minden egyes újságunkban van, ezt fontosnak tartjuk, hogy tényleg ezeket az élményeket, amit te is mondtál, hogy, hogy nem lehet röviden, hanem csak nem, hosszan, igenis igen ezek benne vannak az újságban, ezek az élmények. Aztán lehet, hogy már szó volt róla a korábbiakban is, de folyamatosan bemutatunk állatkerteket, jelenleg a, a nyíregyházi állatparkot mutatjuk be, hiszen ezt a sorozatot is azért indítottuk idén, mert fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak a vadászok, hanem a vadászok családjai, illetve mindenki, aki kézbe fogja, találjon magának olyan pontot ebben az újságban, ami számára érdekes lehet, és mégiscsak kötődik a természethez, Picit talán a vadászathoz, állatismerethez. És a jövőben is talán ez az egyik szempont, hogy lehet, hogy magyar vadászlap, és lehet, hogy a vadászoknak szól, de egy picit azért jó lenne, hogyha mindenki kézbe venné, és ha nem is a, ezeket a szakmai cikkeket, mint akár a mezényúlas cikk, de ezeket a, a, a köznek írt cikkeket, tehát a laikusok számára írt cikkeket is olvasnák. Tegyenek így, kedves hallgatók, illetőleg hallgassanak bennünket itt a 99.2-n. Egy kicsit fordul majd a helyzet a következő megszólalásban, izgalmas lesz, hallgassanak bennünket. Hölgyeim és uraim, kedves hallgatók, ez a Vörös Marti Rádió, benne pedig vadász műsorunk, ahol hát mondjuk rádió történeti pillanatnak is hívhatjuk, akár ami most történik, mert ilyen még nem volt, hogy maga a műsorvezető lesz kitéve néhány kérdésnek, és én ennek a magam részéről nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy átadom nektek, Zolia, a szót, hát faggassatok. Köszönjük. Hát ennek egy nagyon fontos apropója van egyébként, hogy ezt a fordított szerepállást vagy felállást választottuk most itt a, az utolsó részben. Mégpedig az, hogy ha jól számolom, igazából egy éve indultunk el ezzel a műsorral, ezzel a közös kezdeményezésünkkel. És ennek kapcsán az jutott eszünkbe, hogy mi lenne, ha megkérdeznénk a műsorvezetőt arról, hogy ő miben változott a vadászat tudománya kapcsán. Tehát te több lettél -e, szebb lettél, jobb lettél le azáltal, hogy hallottál a vadászatról egyes mást? változott -e a megítélésed, vagy egyáltalán volt-e megítélésed ezt megelőzően, és most miként vélekedsz a vadászokról? És a következő kérdéseket majd ezután tenném fel. Kezdjük azzal, hogy szebb semmiképpen nem lettem, de hát ez, ez van, hozott anyagból dolgozunk, hogy hogy szokták ezt mondani, és nyilvánvalóan a helyzet nem változik, kaptuk, amink van. Ami viszont biztos, és ezt mindenképpen elmondhatom, hogy, és ezt most nem azért, mert itt vagytok, és ilyen szenvedítsérés, és egyáltalán, nyilván bennem is voltak ilyen furcsa érzések, hogy hú, most vadász emberek jönnek hozzá, hogy kell majd velük beszélgetni. Talán emlékszel a, az első ö, találkozásunkra, amikor a Gergőbe jöttetek hozzá, igen, igen. Így van, és akkor, akkor is volt bennem egy ilyen félsz, szóval hogy itt fog velem szemben állni két vadászember, hát most mit is tudok én velük kezdeni, és úgy tűnt, hogy pillanatokat omlott le ez a távolság. Tehát ami nekem nagyon szimpatikus volt azonnal veletek kapcsolatban, hogy érződik ez, a, ez, a, ez az erdő légkör, ez, a, ez a, jó emberek, tehát ez, ez, ez egy ilyen, ez egy ilyen varázslatos hangulat, akkor pillanatokat összejött valami, valami kontakt. Ez volt az első. A másodikat azt, mint élmény, hadd hozzam a családomat ide. Nekem nagyon nagy élmény, hogy, és most nem akarom tényleg ilyen direkt bereklámozni az újságot, de minden egy ilyen találkozásunk után, amikor hazamegyek, a kislányomnak a gyönyörű mosolya az arcán, hogy apa, megint van vadászlap. Várja, szó szerint várja az újságot, és élvény, ahogy, ahogy nézegeti a fényképeket, tehát ezek minden szempontból azt gondolom, hogy nagyon-nagyon kedves élmények nekem. Nem mondanám, hogy a tudományt, mint olyat elsajátítottam, hát hiszen szerintem ezt is -e gondolhatjátok, meg nyilván én sem gondolom komolyan, hogy ennyi beszélgetés után is ezt a csodálatos szakmát meg lehetne tanulni. Az viszont biztos, hogy egyre jobban ismerem a lélegzetét és a, és a lelkületét ennek a, ennek a dolognak, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen más, mint amit korábban gondoltunk róla, vagy gondoltam róla. Hát. A, 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 katarzis pedig nyilván a közös vadázatunk volt, amire egy kis videó is készült, és ott is kiderült egyébként, hogy ahogy mondtam már nek, itt az előbb nektek, hogy azt szerintem nektek ilyen rutin dolog volt, tehát kimenni, lelőni, ott azt hiszem talán egy fácát lőtünk. Hát számunkra meg ilyen örök élmény marad, az első és egyben örök élmény az első ilyen közös vadászat, úgyhogy hát egyőre itt tart a műsorvezető ebben a dologban. Említetted itt, hogy a, a, vadászattal kapcsolatban te egy, egy új világba csöppentél, és hogy neked ez egy nagyon nagy élményt jelentett, hogy ilyen sok információval talál és az eredeti félelmed úgymond az gyorsan lebomlott. De összességében hogy ítéled meg te, hogy a vadászok társadalma, már mennyire egy betekintést kaptál, az, az szerinted egy milyen világot képvisel? Ebben a mai nagyon fura, kicsit rohanó világunkban. Azért nehéz dicsérni benneteket, mert itt ültök velem szembe, és nem akarom, hogy azt érezzétek, hogy tényleg csak azért teszem, így aztán ezt hangsúlyoznám, és a hallgatók szempontjából is fontos ez, hogy nem azért dicsérlek benneteket, és nem azért dicsérem, és, és, érzem magamhoz nagyon közel, amit ti képviseltek, mert itt ültök velem szembe, vagy éppenséggel van egy közös műsorunk, hanem azért, mert pontosan, ahogy te mondtad, hogy ebben a mai nagyon rohanó, nagyon zaklatott, szerintem nem feltétlen igazságos, és egyáltalán is világban, valami olyat képviselnek a vadászok, ami egyrészt természet közeli. Tehát, ugye, és ahogy közelítünk a természethez, ott kinyílik azért valami olyan, ami ami, ami, ami hiányzik a, a mai nagy, rohanó, és egyáltalán mindenféle szempontból globalizált őrületből. Úgyhogy én azt hiszem, és az, azok az emberek, akik a természetben találják, vagy másképp fogalmazok, keresik és találják meg a megnyugvást, az életük értelmét, ott azért valami egy picit valljuk őszintén másképp működik. A lelkiségüket tekintve, vagy a lelkiségeteket tekintve, gondolataitokat tekintve, azoknak a tisztaságát tekintve. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy kulcskérdés abban, hogy hogy ítélünk meg benneteket. Azok egyébként, akik jobban megismernek egy-egy vadászembert. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a természetközeliség az, ami, 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 nagyon fontos veletek való, hát mondjuk úgy, hogy kapcsolatban is abban a megítélésben. És nyilván ugye itt van a nagy kérdés, amiről sokat beszélgetünk már adásról adásra, hogy a vadászokat hogy ítélik meg, ugye gyilkosok kimennek, az előbb lődöznek, ezt én állíthatom, hogy nem erről van szó. Tehát hosszú-hosszú beszélgetések után mondhatom ezt, hogy ez meggyőződésem, hogy nálatok nem az a sport, és ugye ezt a sportot direkt emellem most ki, Igen. tudom, hogy nem sport a vadászat, hogy, hogy kimentek és ott ugye amit megláttok, ami mozog, az arra lőtök, hanem van ennek egy, 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 egy érzés mögött, van ennek egy lelkisége? Én azt hiszem Köszönjük, ez egy kiváló válasz volt. Köszönöm, tanár úr. Viszont az időnk sajnos lejárt, úgyhogy én, én nagyon örülök, hogy méltathattam uh, egyáltalán ezt a, a vadászérzést, és örülök neki, hogy ilyen formában is tudtunk beszélgetni. De bízom benne, a hallgatók sem bánják azt, hogy most nem kint a terepen vadásztunk, hanem egy kicsit így elmélyedtünk egyéb gondolatokba. Szabor Zoli, köszönöm nektek a beszélgetést, és egy hónap múlva folytatjuk tovább. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük, legyen, köszönjük szépen.